Zeneóviba várjuk jövőre is azokat a nagy csoportos gyerekeket, akik érdeklődnek a zene iránt, és később szeretnének majd esetleg a zeneiskolában hangszert tanulni. Annyit kell tudni rólunk, hogy csak játszunk, játékos eszközökkel tanítom meg gyakorlatilag az alapokat a gyerekeknek, rengeteg játékkal, rengeteg módszerrel, alapvetően a Csicsergő című mondókás dalos gyűjtemény alapján haladunk, ez a bázis, de ezt kiegészítem vagy saját módszerekkel, vagy a műpában is látogatható Tesz-Vesz muzsika módszereivel, aminek a továbbképzésére jártam. Szoros konzultációban vagyok egy győri kolléganőmmel, Bella Tündének hívják, és neki is nagyon speciális módszere van. Nagyon fontos számomra, hogy szakvégzettséggel rendelkező kollégáktól kérek tanácsot, velük konzultálok. Alapképességeket fejlesztünk, az év végére megtanuljuk, mert végül is azért van egy ilyen tananyagunk, a szó, mi, do, szolmizációs hangokat, titi, tá, ritmusokat, negyedszünetet, hallgatunk nagyon sok zenét, táncolunk, mozgunk rá, nagyon sok a mozgásos játék, megismerkedünk például a hattyúktavával, a diótörővel, a Hári Jánossal, az állatok farsangjával, mindez persze játékos módon, vetítésekkel, állarcokkal, beöltözéssel, és az év végén, ami nagyon fontos, bizonyítványt kapnak a gyerekek, szolfézs előképző egyes végzettségük lesz, amikor ezt elvégzik, de még egyszer mondom, csak játszunk.